Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves nézőket. Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorának februári adását látják. Nézzük, mivel várjuk önöket a következő fél órában. Ima az egységért. Az ökumenikus ima héten közösen keresték az egység felé vezető utat a keresztény felekezetek. Házasság hete. Rendezvénysorozat indul a házasság népszerűsítésére, a házasságban rejlő értékek és a gazdagság felfedezésére, bemutatására. Készül a Székesegyház bronzkapuja. Szent Márton püspök életének jelenetei elevedednek meg a díszítő elemeken Veres Gábor szobrászművész keze nyomán. ...1908-ban tartották első alkalommal a keresztények egységéért hirdetett ima nyolcadot, melyre mindenkit hívtak felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ez az esemény tekinthető a később rendszeressé és általánossá váló egyetemes imahetek legközelebbi előzményének. Idén is a Szombathelyi Egyházmegye több plébániája bekapcsolódott az ima nyolcadba, amelynek szentírási alapigéje János evangéliumának az a fejezete volt, ahol Jézus a szamáriai asszonytól kért vizet. Veres András megyés püspök az oladi új templomban vezette a liturgiát, ahol Steinbach József református püspök arról beszélt, Jézus példája nyomán nekünk is falakat kell áttörnünk. Egy zsidó megszólított egy samáriait, egy jeruzsálemi istenhívő, egy olyan asszonyt, aki a Garizim hegyén imádta az Isten. Annyi minden elválasztotta őket, átkörhetetlen, áthatóhatatlan falak voltak közöttük, és Jézus Krisztus a samáriai asszonyt megszólítja, ő a kezdeményező. Példát adva ezzel nekünk, megváltva bennünket erre, mert Jézus Krisztus ezzel minden emberi és vallási gő fölé emelkedett. Falat tört át. A kis mozgalom lelke az imádság, amellyel a Szentlélek általunk talán nem ismert módon, de közelebb hozza a történelmileg megosztott keresztény egyházakat. Minden esztendőben a szándékunk azonos, de minden esztendőben van valami speciális olyan téma, amely abban az esztendőben imádságainknak középpontjában áll. A legfontosabb természetesen változatlanul a keresztény egységnek a kikönyörgése, hiszen nem győzzük elégszer bűnbánattal emlegetni, hogy ez egészen biztosan Krisztus egyházában egy botrány, hogy megosztottak vagyunk, mi keresztények is, de az is tény, hogy nem feltétlenül látjuk emberileg, hogy az egység hogyan valósulhat meg, és éppen ezért hiszünk abban, hogy az ima segít megmutatni számunkra az egységet, és ebben az esztendőben is ezért imádkozunk különös módon, hogy fölismerjük az egységnek a jeleit, lehetőségeit a közösségeink életében. Az ima nyolcadba a Szombathelyi Egyházmegye területén belül többek között Zalaegerszegen, a Répcelaki plébánia területén, az Őrségben, a Kemenes alján is bekapcsolódtak a keresztény felekezetek hívei. A házasság érték. Erre hívja fel a figyelmet a házasság hete rendezvénysorozat. A Szombathelyi Egyházmegye is bekapcsolódik a programba. Ha cívő, esküvő, családot kap férfi nő, mi vagyunk a rokonság, kezdődhet a mulatság. Bővő, esküvő, családot kap férfi nő, mi vagyunk a rokonság, kezdődhet a mulatság. Igen, az esküvő egy új élet kezdete, nőnek és férfinak egyaránt. Megerősítik és új szintre emelik a közöttük kialakult szeretett kapcsolatot. Családot alapítanak, aminek első lépcsője a boldogító igen kimondása. Ez az a nap, ami sok embert lázban tart. Nem csak az ifjú párt, hanem szülőket, rokonokat, barátokat is. Ilyenkor minden ünnepi díszbe öltözik, ezzel is kifejezve azt az örömöt, amit ez a nap, ez az alkalom jelent. Mi gyerekeket kérdeztünk arról, miként vélekednek az esküvőről, házasságról, szerelemről. A házasság az, hogy vannak ott emberek is, van
Van mennyasszony, meg ünnepi ruhába öltöznek, táncolnak, meg mulatoznak, esznek. Szerintem nagyon jó dolog a házasság, és azt gondolom róla, hogy a család az egy csapat, és a házasságon, az esküvön a férfi meg a nőnek a szüleik vesznek részt, baráti társaság, aztán vannak ugye tanúk, meg igen. Aztán, hogy legyen összetartó egy család, különben ha szétesik, ez úgy nagyon nem jó, meg hogy a férfinek meg a nőnek szeretnie kell egymást, mert különben a gyerekek nagyon szétesnek, hogyha nem látják azt, hogy a szüleik szeretik egymást, meg hogy a gyerekeknek is kell érezni azt, hogy a szüleik szeretik őket. Hát, az esküvő hát az, amikor emberek így összeházasodnak, férje és feleség, és nagy buli van, meg ilyesmik. A házasság szerintem a legszebb dolog az életben, ami történhet. Egy nő és egy férfi találkozik, az csodálatos. Egymásra támaszkodva minden bajban együtt vannak. Gyermeket szülnek, családot alapítanak, együtt élnek boldogan. Jó nézni, ahogyan két ember így egymásra támaszkodik bajban, rosszban. És a házasság, az esküvő napja az, amikor az egész család összegyűlik, megismerkedik egymással, és a nő meg a férfi egész életén túl együtt élnek. Szeretett közösség, erről szól a házasság, ami érték, egy férfi és egy nő örök, felbonthatatlan szövetsége, vallja és hirdeti a Katolikus Egyház. Ma is fontos erre felhívni a figyelmet. Számomra a házasság nagyon fontos dolog, tehát gyerekkorom óta arra készültem, hogy én házasságban szeretnék élni, és ezt a Jóisten meg is adta ezt a lehetőséget, hogy Szandrával én már 13 évvel ezelőtt házasságot tudtunk kötni, melyben 3 gyermekünk született. A házasságot egy nagyon fontos értéknek tartom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy igenis merjenek az emberek elköteleződni egymás mellett, és ne csak úgy összeköltözzenek és együtt éljenek egymás mellett. Éljék meg a házasságot. A házasság értékeire, gazdagságára hívja fel a figyelmet a Házasság Hete programsorozat is. Lelkes szervezőknek köszönhetően a Szombathelyi Egyházmegye is bekapcsolódik az eseménybe. Számos rendezvényen lesz szó a házasságról különböző nézőpontokból. Nagyon örültem neki, amikor Magyarország 2008-ban csatlakozott a Házasság Hete mozgalomhoz, amely most már több mint 2 évtizede indult el Angliából. És mindig egy olyan fekete pontnak tartottam Szombathelyt, hogy Szombathelyen nem emlékezünk meg erről, nem tartjuk fontosnak. Maga ugye ez a Házasság Hete, ez a Valentin nap ünnepkörhöz kötődik, annak egy ellenkampánya, hogy nem csak a szerelmeseket kell ünnepelni évre-évvel, igenis ezt a házasságot is. Hisz ebből a szerelemből, ebből egy normális esetben egy házasság fog születni. A hét folyamán több program is lesz. Február 8-án egy szentségimádással fog kezdődni a Házasság Hete sorozat, ami a Szőlősi templomban kerül megtartásra 16 órakor. A héten 10-én a Szavária Filmszínházban kerül levetítésre Valaki más élete című film 18 órakor, illetve csütörtökön a Martinum Felnőtt Képző Akadémián Horváth Boldizsár és Kósa Éva orvos házaspárral lesz egy beszélgetés a házasság értékéről 18 órakor. A Házasság Hetének a befejezéseképpen vasárnap február 15-én egy püspöki szentmisével zárnánk a sorozatot, illetve azt követően szeretnénk egy házasságért egy sétát tenni a főtéren a Szent Háromság szoborig, és egy kis meglepetéssel készülünk ott a jelenlévőknek. A rendezvény eseményei megtalálhatók a www.házassághete.hu oldalon.
1943. januárjában került sor a második magyar hadsereg katasztrófájára a Don folyónál Oroszországban. A tragédiáról minden évben megemlékezik az ország. Szombathelyen előadást is tartottak a háborús eseményekről. Miért kellett a magyar hadseregnek a Don folyónál harcolni? Milyen felszereléssel vették fel a küzdelmet a szovjet csapatokkal? Milyen körülmények között került sor a Doni áttörésre? Miért volt ilyen súlyos a katasztrófa? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a 350. számú Szent Márton cserkészcsapat, a Visegrádi Szent György lovagrend és a Szombathelyi Domonkos Kör alapítvány szervezésében tartott rendhagyó történelem órán a Szent Márton plébánián. Tóth Róbert történész kalauzolta a megjelenteket a magyar történelem eme szomorú fejezetének útvesztőjében. A jelenlévők korabeli filmfelvételek segítségével tehettek utazást a múltban, láthatták azokat a körülményeket, amelyek között a magyar alakulatok a Don folyónál állomásoztak. A második magyar hadsereg doni katasztrófája sajnos a köztudatba nagyon sokáig háttérbe szorult. Az utóbbi időben, illetve a rendszerváltozás után már lehetett ezzel a témával foglalkozni. Sajnos a régi rendszer, és tudomásul kell venni, hogy az akkori rendszer is eléggé mostohán bánt a második magyar hadsereggel. Ma már a történészeknek szabad kezük van az okoknak, a tényeknek a feltárásában, úgyhogy sikerül a második magyar hadsereg doni katasztrófáját rekonstruálni. Hál' Istennek még egy-két túlélőnek a beszámolóját meghallgathatjuk, fellelhetők, és ezáltal tudjuk, hogy mi történt 1943. januárjában. Az az igazság, hogy a második magyar hadsereg úgymond veterányai nem kapták meg az őket megillető helyet mind a magyar köztudatba, magyar közgondolkodásba, mind az emlékezett tudatba. Míg a német hadseregnek a katonáit már megfelelően rehabilitálták, és éppen ezért ezeknek a megemlékezéseknek ez a feladata és ez a szerepe, hogy megfelelően megemlékezzünk, és a megfelelő polcra tegyük az akkori veteránokat és az ő emléküket. Kiállítás is nyílt, amelyen látható korabeli, a Don harcokat megjárt katonák használati tárgyai, fotók, dokumentumok. Idén is a Martineum Felnőttképző Akadémia udvarán kezdődött a szombathelyi megemlékezés. V. Németh Zsolt államtitkár beszédében utalt rá, nem szabad, hogy feledésbe merüljenek a doni hősök. Emléktáblát is avattak a doni hősök tiszteletére, amit Veres András megyés püspök szentelt meg. A jelenlévők virágokat, mécseseket helyeztek el a táblánál. A szokott módon a Kálvária templomban szent misét is tartottak az elesettek és a túlélők tiszteletére. A szertartás elején felidézték nem csak a második magyar hadsereg, hanem a vasi honvédek küzdelmes hónapjait is az orosz fronton. Szentbeszédében Veres András utalt a néhány nappal korábbi párizsi eseményekre is. Éppen ezért az emberi élet kioltása semmilyen módon nem nyerhet igazolást. Senki élete nem jelent többet vagy kevesebbet a másikénál. Tehát nem tehetünk különbséget ember és ember között, nem bőrszín, egészség, rang vagy bármilyen oknál fogva. Minden ember Isten teremtménye, minden emberi élet érték, amit védeni, óvni kell. És az élet védelme, tisztelete egyaránt kötelessége, hívő és nem hívő, keresztény és nem keresztény ember számára egyaránt. Bár cselekedetei miatt nem mindig szerethető minden ember, de el kell jutni minden keresztény embernek arra a felismerésre, amelyre már annak idején a 4. században Szent Ágoston tanította kortársait, hogy különbséget kell tudni tenni az ember cselekedetei és maga az ember között. Vagyis a bűnt, a bűnös tetteket el kell ítélni, de az embert szeretni kell. Dr. Veres András szentbeszédét az Egyházmegye honlapján tekinthetik meg teljes terjedelmében.
Külseiben is megszépült a székesegyház. Megállapodás született a romkert használatáról. Energetikai korszerűsítés a Brenner kollégiumban. 10 éves a szőlősi templom. Rövid híreink következnek. Befejeződött a székesegyház homlokzati felújítása. Elbontották az állványzatot, így régi szépségében gyönyörködhetünk az épületben. A két torony sisakját letisztították, a részfelületek állagmegóvása megtörtént, ahogy a kereszt aranyozása is. A kődíszítések restaurálására is sor került az elmúlt hónapokban. A munkálatok a Szent Márton emlékévre való készülődés egyében zajlottak. 2005-ben szentelték fel Szombathely Szöllős városrészének új templomát. A 10 éves jubileumot ünnepelte január 25-én a közösség. Erre az alkalomra új Mária szobor készült, amelyet erdélyi szobrászművészek török mogyoró faröngből faragtak ki. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek áldotta meg az alkotást és mutatott be ünnepi szentmisét. A templom 500 négyzetméter alapterületű 5-600 hívőt tud befogadni. Jézus szíve tiszteletére szentelték a templomot, ezt ábrázolja a főoltár nagy üvegablak képe is. A színes ablakok elkészítését magánszemélyek és cégek adományai tették lehetővé. A szentélybe Pannónia vértanúinak és szentjeinek 22 képe került, amelyek Marosfalvi Antal szombathelyi festőművész alkotásai. Energetikai korszerűsítést hajtottak végre a szombathelyi Brenner kollégiumban. Ennek keretében nagy teljesítményű berendezésekre cserélték a régi, elavult kazánokat. Átalakították a fűtési rendszert. Mintegy 300 nyilászáró egy részét felújították, a többit újakra cserélték, és napkollektorokat is felszereltek az épületre. A korszerűsítéstől kevesebb energiafelhasználást, gazdaságosabb működést remél az egyházmegye. A korszerűsítést pályázati úton elnyert források is segítették. Haszonkölcsön szerződést kötött a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Ennek értelmében a romkert továbbra is a múzeum kezelésében marad, amely pályázatokkal folytatná a területen a feltárást és a 21. századnak megfelelő kiállítóhelyek, bemutatóhelyek kialakítását. Ehhez viszont írásban is rögzíteni kellett a korábbi szóbeli megállapodást. Veres András megyés püspök és Csapláros Andrea a múzeum igazgatója látták el kézjegyükkel a dokumentumot. Veres András kiemelte, az egyházmegye támogatja a múzeum törekvéseit a terület rendbetételére, az újabb feltárások elvégzésére, turisztikai hasznosítására. Több hónapig tartó munkálatok után kívül-belül megújult a Bögötei templom. Veres András megyés püspök áldotta meg az épületet. A Bögötéről szóló történelmi feljegyzések szerint a falunak már a 17. században volt temploma. A jelenlegit a 18. században építette felsőbüki Compó János, a falu földesura. Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték, így vízkereszt napja külön is ünnep volt a bögötei híveknek, utalt erre szent beszédében Bodorkos Imre plébános, aki a szentmise keretében az egyik hívő által a templomnak készített liturgikus kiegészítőket, oltárterítőt, ambóterítőt, szobrokhoz díszterítőket is megáldotta az ünnepnapon. 1756-ban épült, eredetileg temetőkápolnának. A templomnak a kegyura, illetve hát a itteni földbirtokos az altemplomban van eltemetve. A szentély alatt van egy kis sírkamra, ő ott nyugszik. Felsőbüki Compó Jánosnak hívják egyébként. Ő temetőkápolnának épült, de természetesen, mivel más templom nincs itt a településen, ez betölti a hívek számára a szentmise ünneplésének a funkcióját, tehát helyszínt ad ennek, illetve hát a közösség lelkéletének a központjává is vált. Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték. Bár a közösségek létszámban megfogyatkoztak, és úgy gondolom, hogy elsősorban nem is arra kell törekedni, hogy milyen mennyiségi mutatókat tudunk felmutatni, inkább ami lehetőségünk van, amilyen adottságaink vannak, azokat kell a legjobban, Jóisten dicsőségére, saját magunk és környezetünk lelki megújulására fordítani, ennek az előmozdításán munkálkodni.
A restaurálás munkálatai 2014. július 2-án Sajlos Boldogasszony ünnepén kezdődtek. A templom teljes külső és belső felújítást kapott. Elkészült a villamos hálózat modernizálása, a külső falszigetelés, csapadékvíz elvezetés. A templom belső új sütői mészkő burkolatot is kapott. Tulajdonképpen az indokolta, hogy az utóbbi évtizedekben rendkívül elromlott a belső és külső állapota, illetve inkább a belső tunelék, ugye ezek nem voltak szigetelve annak idején, és ezek a templomok vízesedtek, és a vakolatot ledobták belülről, és hát ez egy nagyon rossz látványt nyújtott. A restaurálási munkálatok anyagi forrásait a Bögötei hívek, a település önkormányzata, a Jánosházi plébániához tartozó falvakban élők és a Szombathelyi Egyházmegye biztosították. A felújítást követően 2014. december 20-án állotta meg a templomot Veres András megyés püspök. Kedves nézőink, február havi programajánlom következik. Február 7-én áldja meg Veres András megyés püspök a felújított Váti templomot. Ugyancsak február 7-én Szombathelyen a Martinon Felnőttképző Akadémiára várják azokat, akik különböző imafajtákkal szeretnének megismerkedni. Február 8-án szentségimádással kezdődik a Házasság Hete programsorozat Szombathelyen, a Jézus Szíve templomban. Február 14-én 24 órás szentségimádást tartanak Szombathelyen a Jézus Szíve templomban. Ezen a napon keresztény jótékonysági farsangi bárt tartanak Sárváron. Február 20-án Szombathelyen a Martinon Felnőttképző Akadémián folytatódik a lelkipásztori munkatársképzés, ugyancsak február 20-án kezdődik a Martineumban a nagybőti lelki gyakorlat. Február 24-én folytatódik a Szent Márton Akadémia előadássorozat. Szent Márton életét, mint szerzetes püspök ismerhetik meg az érdeklődők, betekintést kapnak a szerzetesség történetébe. Február 28-án az Egyházmegye hitoktatóinak lelkinapja lesz Szombathelyen a Martineumban. Ugyanezen a napon Szent Márton erekéjét Szombathelyen a Szent Erzsébet templomban fogadják majd. Szent Márton példakép mindannyiunk számára. Miért? Erről lesz szó a következő percekben. Márton élete, Márton személyisége nagy lehetőséget rejt a hitre vezetés tekintetében. Gondolhatunk mindjárt elsőként a lampionos felvonulásokra, a gyerekekre, amik készülnek erre az ünnepségre, addig megismerik Márton életét, megismerik a keresztény ember tetteit, cselekedeteit, azt, hogy a Jóisten mire vezet bennünket, mire akar bennünket megtanítani. Márton kora és a mai kor között nagy hasonlóságokat fedezhetünk fel, hiszen Mártonnak is az volt a feladata, hogy az embereket megismertesse Krisztus tanításával, elvezesse hitre, hozzásegítse őket az elkötelezett keresztény életre. Márton is plébániákat alapít, Márton is keresztény közösségeket hoz létre, és az újra aktuális, és ebben példát és bátorítást meríthetünk őtőle. Megismerve az egyes tetteit, cselekedeteit, ugyanúgy a mai korban szükséges megvalósítanunk. Ugyanakkor azt is észreveszünk, hogy elmélyít lelki életet élt, és ez is fontos a templomba járó hívő keresztény ember számára. A Szent Márton jubileumi évhez kapcsolódóan bronzkapu készül a Székesegyház bejáratához, amelynek díszítő elemein Szent Márton életének eseményei lesznek láthatóak. Veres Gábor szobrászművész készíti az alkotásokat, az ő műhelyében jártunk. Papírlapokon elevenednek meg Szent Márton életének eseményei. Ezek szerepelnek majd a jubileumi bronzkapun. Veres Gábor szobrászművész hegyfalui otthonában járunk. Épp a vázlatokon dolgozik, amelyek támpontot adnak a domborművek elkészítéséhez. És ilyen lesz a kapu, és rajta a szent életének jelenetei, ahogy Veres Gábor ezt elképzelte. Ő nyerte el a Szombathelyi Egyházmegye által kiírt pályázatot. Egy-egy munkának a tervezési része tulajdonképpen a leghosszabb folyamat.
Tehát az, amikor csak úgy egy pályázatra, vagy egy ötletpályázathoz tervet kérnek, vagy egy tervvel kell előállni, például a bronzkapu esetében is ugye a pályázathoz tervet kellett készíteni, akkor tulajdonképpen már olyan átgondoltsági szinten kell legyen, illetve annyi szellemi munka van ebbe a feladatba, hogy ezután a kivitelezés az tulajdonképpen már öröm és szinte szórakozásnak számít, mert hogy igazándiból a terv leadásakor már tisztában kell lenni az egész folyamattal, tudni kell, hogy mit, miért, hova és minek mi a jelentése. Hogyha egy ilyen szerencsésen összejött vagy sikeres terv elkészül, azután a következő logikus lépés az az, hogy hát megpróbálja megmodellezni az ember, hogy hogyan nézne ki ez egy az egyes léptékben, a valóságban. A műhely nincs túl messze az otthonától, egy régi malomból átalakított épület földszintjén található. Hónapok óta ez a legfontosabb feladat, ami leköti valamennyi idejét. A munka ezen szakaszában viaszból készíti el az egyes jelenetekhez tartozó figurákat, elemeket. Ezekről készülnek majd az öntvények. Az lesz egy izgalmas feladat, amikor ugye a rajzok a terv alapján az összes viaszmodell elkészül, és ennek a bronzba öntése. Ez egy viaszvesztéses eljárással készülő munka lesz. Ez is egy nagyon-nagyon szép szakma, egy izgalmas játék, hogy tudom optimálisan leformázgatni, összeépíteni a viaszmodellt. A bronzöntés folyamata maga, annak megcizellálása, tehát egy ilyen nemes anyaggal dolgozni, az ugyanolyan csoda lehet, mint egy ácsnak gyönyörű szép faanyagokkal dolgozni. Mivel bronzkapuról van szó, tehát itt minden egyes négyzetmilliméterre a külső homlokzaton a kapunak bronz borítással fog megjelenni. Ez bizonyos fokig bronz lemezborítást jelent, ahol pedig olyan profilok vannak, ami levenszből nem hajlítható, azok pedig egy gipszsablont készítünk a megfelelő profiloknak, ebbe a gipszsablomba viaszbeecseteléssel elkészítjük a profilokat egy az egyes méretbe, beformázzuk és majd bronzból öntjük ki. Ezek megfelelő méretre szabás után kerülnek föl úgy a fa szerkezetre, hogy csapolással, műgyantás ragasztással. A bronzkapu a Szent Márton jubileumi évhez kapcsolódóan készül. Kedves nézőink, önök az Életforrást a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorának februári adását látták. Híreinket, írásos és képes beszámolóinkat megtalálják a Martinus havilapban, vagy a www.martinus.hu internetes oldalunkon. Felhívom szíves figyelmüket, hogy novemberben megújult egyházmegyénk honlapja, és elindult a Szent Márton jubileumi év weboldala is, ahol friss hírekkel, videós tartalmakkal várjuk önöket. Itt a képernyőn egy hónap múlva találkozunk. Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!